Addig pedig most rátérünk a kérdésekre, megnézem, hogy milyen hozzászólások vannak. Nem tudom, hogy még akadozik-e, én nem, nekem fogalmam sincs erről, úgyhogy azt én nem tudom. Ha még mindig akadozik az, akkor nem tudom, újra lehet indítani. Igen, a szírek ellen, Asszíria. Mi volt a blikkel? Ez volt az első kérdés. Megpróbálom megszerezni a blikkes cikket, hogyha megtalálom villámgyorsan az oldalon. Úgyhogy addig valamennyi türelmet. Türelmet kérek. Igazából nincs semmi a blikkel, hiszen csak benne volt valamelyik videó. Ugyanaz, ami az a... Mi volt az a... Index? Azt hiszem az Index. Igen, itt van. Jó, nézzük meg. Én nem olvastam még... nem olvastam még el, de most megnézzük, hogy miről ír a Blick. Vagy hogy miről volt szó. A butaság nem fertőző. Bátran megnézheti az ember. Itt a cikk, akit érdekel. A butaság nem fertőző, bátran megnézheti ezt, egy magyar YouTube felhasználó szerint lapos a föld, a NASA pedig hazudik. Nem is egy szerint. Február 26-án volt ez a történet, Magyarország az összeesküvés elméletek eddig is népszerűek voltak az emberek körében, de egy magyar vlogger az egészet egy új szintre emelte. Halleluja! Infobabu nevű csatornára került fel egy videó, ahol a narrátor arról beszél, hogy a NASA valójában hazudik az embereknek, valamint olyan, hogy az égbolt vagy világűr nem is létezik, a Föld pedig lapos. Hát ez van. Ez igazából nem szerintem van, hanem ez van. Mivel Yahuwah erről beszél az ő írásaiban, ezért ez kell, hogy legyen, és nem az, amit a NASA állít. A videós nevetségesnek tart mindent, ami a csillagászattal kapcsolatos, és a NASA néhány nappal ezelőtti bejelentését, miszerint 7 a Föld méretével egyező bolygót találtak, egyszerűen csak kiröhögés, trapista rendszerek gúnyolnak. Hát nem én gúnyolom trapista rendszerek, hanem ezt mondják, hogy trapista rendszer. Egyébként a csillagászattal kapcsolatban annyi, hogy arról nincs szó, hogy amit látnak, az nem igaz, vagy nem látják. Arról van szó, hogy az nem az, amire ők gondolják. És ilyen értelemben nevetséges. Infobabu továbbá azt taglalja, hogy a bejelentéskor látható mennyire rossz színészek, ráadásul szabadkövesek, azok, akik az újonnan felfedezett exobolygókról beszélnek. Hát ez nem fér kétség, hogy azok rossz színészek. Erről számtalan videót találhatok. Hát ha valaki azt gondolja, hogy ez igaz, amit a NASA beszél, akkor sok sikert. Persze nem ő az egyetlen, aki szerint a NASA nem őszinte az emberekkel, Pataki Attila is hasonló véleménye van. Na, Attila egyetért velem. Úgyhogy ez van a blikkel, igazából nem, hogy sok-e a hozzászólás. Hát 471 dislike van, aki nem kedveli, és valami 60 like. Úgyhogy ez szerintem nem rossz. 60 ember érti, hogy miről van szó, szóval az nagyszerű. 60 ember tudja, hogy hol él. Az szerintem nem rossz. Az apokrif hangos könyvek azok a testvéremnek a munkái, úgyhogy halleluja, hogy erre mozdította, úgyhogy azért neki jár a köszönet. Azt nem tudom, hogy mire vonatkozik a Jehova tanúi dolog itt a hozzászólásoknál. Nem tudom. És közben próbálom kihámozni. Így van, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia mind. Én szerintem az egészben az a legérdekesebb a magában a azzal a hittel kapcsolatban, hogy úgy mondjam, hogy közben a képernyőn a
Peace and Security dolog van egyébként. Majd akit érdekel, megnézi. De azzal kapcsolatban, hogy eltörölt a törvényeket, ha nem úgy élt, ha ő abszolút nem úgy élt, akkor miért gondolja az bárki, hogy mi úgy követhetjük, hogy teljesen ellenkezőleg élünk, mint ahogy ő élt, és ennek ellenére az ő követőinek mondjuk magunkat. Én szerintem ez a gondolkodás annyira, hogy mondjam, annyira perverz, az talán a legjobb szó rá, hogy valaki azt gondolja, hogy úgy követheti a megváltót, hogy teljesen az ellenkezőjét csinálja, amit mond. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem is kell igazából bizonyíték rá, hogy ki az, aki azt szeretné, hogy ne kövessük a parancsolatokat. Hiszen az első oldal, a könyv első oldalától az utolsóig mindig egy karakter az, aki azt szeretné, hogy ne kövessük a parancsolatokat. És ennek ellenére a legtöbb ember őt követi. Már a kertben elkezdte ugyanazt a szemétláda dolgait, amit azóta folyamatosan csinál, és az emberek nagy többsége ugyanúgy, hogy akkor beveszi ugyanazt azt a hazugságot. Hogy azt mondta, hogy nem ehettek? Igen, azt mondta, hogy meghalunk. Á, nem biztos, hogy meghaltok. Onnantól kezdve ő az, aki azt akarja, hogy ne kövessük. Akkor miért őt követik, értetetlen számomra, hogy maga ez a gondolkodásmód, hogy miért azt az utat választja a legtöbb ember, ami a rossz út. Ma az, hogy Satán maga ismeri a jelenések könyvét, meg az egész, sőt, hát szerintem ő sokkal többet tud erről az egészről, mint amennyit mi összesen. Nyilván, hát ott volt, látta, ismeri a rendszert, nyilván tudja, hogy mit jelent, miért, nyilván nem véletlen az összes szám, amit kommunikálnak, vagy az egész rendszer nem véletlenül lett ilyen, amilyen. Nyilván ő tudja, hogy mi az, ami ott történik. Szerintem az, hogy ő azt hiszi, hogy győzhet, vagy sem, én nem hiszem, hogy ő győzni, az biztos nem gondolja, hogy a teremtőt legyőzheti magát, Jahuát legyőzheti, az atyát legyőzheti. Ő arra gondol, hogy esetleg itt a Földön tud valamit csinálni a megváltóval szemben, mint a szó, az ő helyét átvegye a Földön. Ő erre gondol talán. De egyébként az is lehet, hogy magát az atyát szeretné letaszítani onnan. Hogy melyik, nem tudom. Hogy azt hiszi, hogy győzhet, hát vagy azt hiszi, hogy győzhet, és valóban lehetséges, vagy pedig úgy van vele, hogy már mindegy, úgyhogy legalább minél több embert vigyen magával. De egyébként szerintem talán a legvalószínűbb magyarázat erre az egész az az, hogy ő egyszerűen csak valóban olyan elvakult, ahogyan a kérdésben itt van. Én szerintem ő csak egész egyszerűen talán nehéz elképzelni egy embernek azt, hogy milyen lehet a büszkeség, a bujaság, akkor a gonoszság, az erkölcstelenségnek a tetőfoka, a maximuma. Ugyanúgy, ahogy azt mondjuk, hogy a teremtő, az atya, ő maga a jó, a szeretet, stb. Annak elképzelni az ellenpólusát, és az ő. És az, hogy hogyan tevékenykedne a világon. A hazugság, a minden, ami negatív, vagy hogy az hogyan viselkedne a világon. Ezért olyan nehéz szerintem az embereknek egyáltalán csak elkezdeni megérteni azt, hogy miért ilyen a világ, vagy hogy ő miért csinálja, vagy ő hogy gondolkodik. Nehéz szerintem a legtöbb embernek megérteni azt, hogy gondolkozik, hiszen a legtöbb ember nem tőle származik. A legtöbb ember alapvetően az atyától származik. Tehát a legtöbb ember nem abból a vonulatból származik, aki alapvetően rossz. Aki alapvetően rossz, az uralja a világot. Azok az emberek, azok, akik irányítják. Azért nem érdekli őket, hogy hány esküvőt bombáznak le drónokkal, vagy hány
ember hal meg a chemtrail miatt. Ők azok, akik igazán értik, hogy ő miről beszél. Hiszen ők az ő gyermekei. De az egy kis része az emberiség. Én szerintem el kell képzelni mindenkinek az ellenpólusát annak, ami jó, és megpróbálni onnan visszafele gondolkozni, hogy vajon miért is tesz. De azt szerintem a legtöbb ember számára lehetetlen ezt elképzelni, hiszen a legtöbb ember nem, a közelében sincs annak a gonoszságnak. A legtöbb ember még egy gyíkot sem taposna el, hogyha meg lenne a lehetősége. Ezért nehéz azt elhinni, hogy ó, ez miért történik a világon. Ő nem így gondolkodik, ahogy mi. Nem ilyen. Nem ebből a szögből közelíti meg a dolgokat szerintem. Ez így van egyébként, amiről itt szó van, hogy pár év az örökké valósággal szemben. Ez így van, csak ez nehéz, nehéz. Szerintem az ember úgy van megszervezve, hogy meg szerkesztve, hogy élni akar alapja, és félti magát. Hogyha nem így lenne, akkor más lenne a nem tudom, hogy érti-e mindenki pontosan, amit mondani akarok, de az ellenség így is úgy is megtalálná azt, hogy mi az, ami a gyenge pontunk. Most így nekünk természetes az, hogy a testi épségünk, az életünk, enni akarunk, inni akarunk, ne legyen hideg, így ez az, amit felhasznál. De hogyha olyanok lennénk, mint egy kő, akkor más használna fel, akkor felhasználná azt, hogy a hideg, meleg, és akkor szétpattan a kő, vagy remélem értető, amit mondani akarok. Most azt használja fel, ami jelenleg a gyengeségünk, és ez nagyon nehéz a legtöbbünknek elfogadni azt, hogy jó, feláldozom magam, persze ez itt most könnyű, de aki olvassa például a Makkabeusokat, az látja, hogy van ott egy család, akit egyesével feldarabolnak és megsütnek, ennek ellenére ők még mindig nem hajlandók disznóhúst enni. Szóval persze, én is azt mondom meg mindenki, hogy nyilván jó, én is megtenném, de azért amikor ott van az ember, az egy másik helyzet. Szóval persze. Igen, a szírek ellen, de én úgy emlékszem, nem akarok most nagyon belemenni, hogy rómaiak és görögök ugyanúgy ott voltak, de meg fogom nézni. Az Asszíria biztos, hogy ott volt. De hát rómaiaknak ott kellett, hogy legyen. Abban az időben. Így van, de hogy haltok meg, hanem olyanok lesztek, mint az Elohim jónak és rossznak tudója. Ez volt a hazugság kezdetektől fogva. Úgyhogy ez meg is maradt annak, ez a hazugság. Akkor arról volt szó, hogy megnézzük, ha már ez a butaság nem fertőző, ezt kiderítettük, akkor nézzük meg azt, hogy időben hol járunk. Ez mindig előkerül ez a kérdés, állandóan erről van szó, hogy hol járunk időben. Arról az, most megpróbálom megtalálni villámgyorsan, amikor Saul arról ír, hogy mikor azt mondják, hogy béke és biztonság. Akkor az hol van, sajnos nem tudom fejből. De a Tesszalonika. Pillanat. És meg lesz. Csak valamiért olyan lassú az egész történet. Első Tesszalonika 5 és 3-as vers, így szól, mert mikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint szülési fájdalom terhes asszonyra, semmiképpen
meg nem menekedhetek. Ugye a szülési fájdalom, a terhes asszony, ez az, amiben vagyunk. A világ szülési fájdalmait látjuk, egy új nép születik, egy új világ születik, ami nem az új világrend, hanem maga a királyság, de ebből a káoszból születik majd az új világrend. És nyilván két verzió van, hamarabb lesz az új világrend, mint a királyság. És erre mondja az Saul, hogy mikor azt mondják békesség és biztonság, erre mondtam, hogy keresse meg mindenki azt a Google-ba, hogy Peace and Security, ezt osztottam meg, most itt vagyok, ezt nézem, és akkor láthatja azt, hogy például az elmúlt hónapban hányszor szerepel a hírekben az, hogy béke és biztonság. És akkor szerintem megdöbbenése kellene mindenkinek, hogy fogadja ezt. Jeruzsálem Post Izraelben arról ír, hogy víz, béke és biztonság. Water, peace and security. A The New Times, az Új Idők, nem tudom mi ez, szintén arról beszél. A 2013-as egyességnek az volt a célja, hogy békét és biztonságot, stabilitást és a nemzetek közti jó kapcsolatot hirdesse a kelet-afrikai közösségben. Economy Lead arról beszél, hogy a nők a béke és a biztonságot mozdítsák elő. Szóval a nők érdekeit, a békét és a biztonságot mozdítsák előre. Inquirer.net arról beszél, hogy meghatározzák a kereteket a békéhez és a biztonsághoz. Fülöp-szigetekről van szó itt, ha jól emlékszem. Ha jól értem. Hillary Clinton arról beszél, hogy a nőket be kell vonni a béke és a biztonsággal kapcsolatos tárgyalásokba. Folyamatosan erről van szó. Mindenki erről beszél. Béke és biztonság. A Relief Web március 23-án arról ír, hogy az Afrikai Unió béke és biztonság tanácsa megérkezett Szomáliába. Folyam, mindenhol ez van. Ez következő Washington Post, ha jól látom, nem is tudom, hol van ez. Igen, Washington Post. A nukleáris fegyverek ellentmondanak a béke és biztonság törekvéseinek. Ez az Egyesült Nemzetek képviselője a lefegyverzéssel kapcsolatos ügyekért, Kim Woo-soo, erről beszél. A The Tablet arról ír, hogy a globális béke és biztonság azt követeli, hogy a nukleáris fegyvereket leszereljék. Fort Benningben egy nők béke és biztonság szimpóziumot hirdetnek, ez Columbus Ledger Inquirer. Szóval mindenki erről beszél folyamatosan. Nem csak most, évtizedek óta erről beszél. Open Democracy arról ír, hogy Donald Trump ugye csökkenteni akarja az Egyesült Nemzetek támogatását, és ez egy fenyegetés a nemzetközi békére és biztonságra. 2017 nyílt nap a nők béke és biztonság ügyében. Ez biztos valami Egyesült Nemzetek, UNIFIL. Relief Web arról ír, hogy a Biztonsági Tanács bizottsága... Pillanat... Nem tudom, valami békés biztonság a Kongóban. Szóval, ha ez nem azt jelenti, hogy közel vagyunk, akkor semmi. Ja, hát őről nem beszélve, a pápáról nem beszélve. Ő gyakorlatilag ezt hirdeti, mióta, amire én visszatok emlékezni, mióta őt ismer. Folyamatosan. De érdekesebb az, hogyha ha beírjátok azt, hogy war preparation, vagy háborús felkészülések az elmúlt egy hónapból, akkor az eléggé sokkoló. Különösen Észak-Korea, a Kelet-Kínai tenger, a Dél-Kínai tenger, Közel-Kelet, az Oroszország nyugati része, ugye a NATO keleti oldala, a balti államok, Fülöp-szigetek,
Dél-Amerika szétesett teljesen, a gazdaság, ugye Venezuelában, mindenhol. Teljes mértékben mindenhol. A Daily Caller arról ír, hogy Észak-Korea könyörtelen csapásokkal fenyegeti az Amerikai Egyesült Államokat. És ez most csak az egyik, amit találtam. Vannak itt vicces dolgok is, de... Érdekes, érdekes. Trump arról beszél, hogy ha más nem, akkor ő neki kell megállítani Észak-Koreát. Ugye ez a nukleáris háború hoaxról van szó, de igazából teljesen mindegy. Japán is. Például itt van az, hogy ez a CNN március 19-én Japán az első evakuáció gyakorlatot tartja, hogy felkészüljön észak-koreai rakétatámadásokra. Március 19 CNN. Ugyanerről számol be az International Business Times az Egyesült Királyságban. Japán az első légvédelmi gyakorlatokat tartja a második világháború óta, hogy felkészüljön észak-koreai rakétatámadásokra. San Diego Jewish World erről számol be, hogy Hezbollah háborúra készül. Hezbollah ugye egy palesztin terrorszervezet. Libanoni, bocsánat. És a többi, és a többi. Szóval, hogyha arra kérdés, hogy mennyi idő van még arra, ez egy nagyszerű válasz. Ez egy nagyszerű válasz, hogy hol tartunk. Daily Mail március 15-én azt írja, hogy az Amerikai Egyesült Államok arra készül, hogy Kim Jong-unt megállítsa valamilyen formában, és repülőgép anyahajókat szerel fel, és egyértelműen háborúra készülődik. Ja, arról nem beszélve, hogy mi az, ami Szíriában történik, ugye az természetesen az egyik legjobb mutatója annak, hogy hol tartunk. Szíria után Irán a következő, és Irán nem fogja azt úgy viselni, mint ahogy egyik ország sem abban a régióban eddig. Ugye beleértve Afganisztán, Irak, Líbia, Szíria, és az összes többi. Vagy most már Jemen, és Irán lesz a következő. És egyben utolsó. Ugyanis nekik szükség van Iránra ahhoz, hogy azt az egész régiót uralják. De hát itt innen lehet tudni azt, hogy mindegyik együtt dolgozik egyébként, hiszen Obama volt az, aki engedélyezte Iránnak, hogy az atomprogramját újraindítsa. Szóval akkor hogy lehet ő Irán ellen, vagy... De remélem, hogy érthető ez, amiről szó van. Hogy lehet ő Irán ellen, hogyha ő volt az, aki megengedte nekik, plusz még utána, mit tudom én, hány száz millió dollárt fizetett azokért a néhány túszér, vagy nem is tudom, mi volt az utána, meg több milliárd értékű felszerelés érkezett, meg pénzösszegek, meg azóta Irán több orosz rakétarendszert vásárolt. Hát akkor hogy vannak ők ellene, hogyha pont most mielőtt lelépett, az őt még megengedte neki, most meg ugye mindenki azt mondja, hogy Iránt valahogy meg kell majd állítani. De mikor ő volt ott, akkor meg jó volt. Úgyhogy érdekes az, ahogyan az emberek gondolkodnak erről az egészről. Hát a következő az pedig ugye a bevándorló probléma. És az egy óriási probléma.
Az egész világon. Azt hiszem olyan 60 millió embernek kellett elhagyni a lakóhelyét 2016-ban. És... De megkeresem most gyorsan. Hogy is volt, de nem találom. Úgyhogy. Hát igazából mindegy, ez mindenki számára egyet. Valahol ott 60 millió körül volt, úgyhogy annak a 60 millió embernek helyet kell találni. És ez a 60 millió annak az eredménye, hogy a közel-keletet szétbombázzák. És pontosan azért, hogy aztán hogy onnan utána ide tudják hozni azokat az embereket. Hogy mennyi ideig bírja még az infrastruktúra, meg a társadalom ezt, az egy kérdés, és akkor dől majd le az, hogy mennyi idő van még hátra. Plusz ehhez még hozzá lehet venni azt, ahogyan a klímát ugye lerombolja. Hiszen hamarosan nem lesz lehetőség arra, hogy nem fog megnőni semmi, megteremni, hiszen egyszerűen nem lesz olyan klíma, ami ezt támogatná. Terrorizmus egy újabb dolog, szerintem az az egyik legdurvább az egészben, hogy nem látják az emberek azt, hogy ez az egész egy hoax, egy hazugság. Erről beszél Trump, de erről beszél Vladimir Putin is. Trump azt mondja, hogy Obama és Hillary Clinton állította össze a Al-Qaidát. ISIS-t, bocsánat. Az ISIS. Meg a CIA. Ugyanezt mondja Putyin. És az emberek nem figyelnek rájuk. Ez nem számít, hogy azok mit mondanak. Elmondják, hogy mi az, ami történik. De pontosan ez a lényeg. Ha az nem a megfelelő forrásból jön, akkor onnantól kezdve az emberek már nem is foglalkoznak vele. És akkor közben megy ez például a Sun-ból való, ugye az Egyesült Királyságból, hogy a legnagyobb veszélyt azok a támadások jelentik, amikor belehajt a tömegbe ugye valami. Közben az egész egy szánalmas dolog, az egész egy hazugság. Az egész. Én biztos vagyok benne, hogy senki, Európában nem hal meg senki a terror támadásokban. Meg kell nézni egy, de megmutatom itt a képen, hogy néz ki egy terrortámadás Bagdadban. Megosztom a linket, és nézze meg mindenki, hogy néz ki egy terrortámadás Bagdadban. Így néz ki egy igazi terrortámadás. Hogy nézett ki a brüsszeli? Le volt hullva néhány elem az álmennyezetből, az kész. Itt meg kőkövön nem marad az egész utcán. Meg sehol. Úgyhogy ez az, amit az emberek nem értenek meg, hogy egy álomvilágon miben élnek. Az, hogy azt gondolják, hogy felrobban egy bomba, meghal 50 ember, és közben az álmennyezetből leszakadt két elem, az nem ugyanaz, mint amikor megnézi azt, hogy mi az, ami történik Bagdadban, hogy egy egész utca eltűnik, meg az összes jármű, meg minden. De egyszerűen nem értik, hiszen csak a tévét nézik, és nem fogalmuk sincs arról, hogy mi a valóság, hogy néz ki valójában a világ. Én azon sem lennék meglepve valóban, ha Kim Jong-un az USA-ban tanult volna. Egyáltalán nem lennék meglepve. Meg biztos vagy benne arról is, hogy Putyin azt mondta, hogy a világot egy sátánista elit irányítja. Teljesen mindegy, hogy Putyin mit mond, hogyha nem a TV1 mondja, vagy nem a TV2, vagy nem a CNN, akkor az nem igaz.
Mert az igazság csak az, ami a tévében van. Ami a megfelelő forrásból jön. Úgyhogy ezért engedik, hogy elmondja. Ő is, meg Trump is. Hiszen így az igazság nevetségesé lesz, hiszen megbízhatatlan forrásokból jön. Ez a lényeg az egész. Ezért akarják, hogy az igazság kiszivárogjon. Ezért találták ki az álhír dolgot. Így egyszerűen most már nem összeesküvés elméletet fognak az emberek kiabálni, hanem álhírt. Az emberek olyanok, mint egy programozott, mint egy nyáj. Pontosan, mint egy nyáj. És nem rossz indulatban mondom, ez van. Mindannyian része voltunk a nyájnak egy időszakban. De a legtöbb ember megmaradt ugyanúgy ott. Meglát egy szakállas, turbános embert, akkor az jut az eszébe, hogy ez egy terrorista, az meg fogja erőszakolni a nőket, az fel fogja robbantani magát, az egész utcát, meg ilyenek. Így vagyunk programozva. Így vagyunk programozva, látjuk azt, hogy Trump mondja, Putyin mondja, Kim Jong-un mondja, akkor az nevetséges, az nem igaz, az összeesküvés elmélet, az álhír. Honnan tudod? Az interneten olvastam. Az internet az nem megbízható. De a TV1 az az. Vagy a CNN. Vagy a Fox News. Vagy a Hír TV. A Hír TV az megbízható. Ami onnan jön, az hát a 2011-es volt az első is, talán a legnagyobb hazugság. De tényleg. A legnagyobb. Abba belegondolt már valaki, hogy az egészet előre megszerkesztették, és ott csak végrehajtották a robbantást a helyszínen. Ez valakinek megfordult már a fejében? Csak gondolkodjon el ezen mindenki most, amit mondok, hogy végrehajtottak egy egyszerű robbantást, úgyhogy lebontás tulajdonképpen, nem tudom milyenek a neve, mindegy. Csak lebontott a két épületet, és előre az összes kép meg volt szerkesztve, és azt játszották le a híradóban, meg azt terjedt el a világ. Mert ez történt. Csak ezt értse meg mindenki, amit most mondanak. Hogy az, ami a valóságban történt, annak semmi közének nem kellett, hogy legyen ahhoz, amit mi a tévében láttunk, hiszen honnan tudja bárki is, hiszen nem voltunk ott. Akár mi is történhetett, a tévében lejátszhatták volna azt, hogy Godzilla végment New Yorkban és lerombolta a két épületet. Mi akkor sem tudtuk volna, hogy valóban ott volt-e Godzilla vagy sem. Hiszen nem voltunk ott. Az meg, hogy a szemtanúk mit mondanak, az meg jelentéktelen, hiszen az van a tévében, amit ők akarnak. És szerintem így történt az egész. Ezért még mindig ezért fejtegetik a videón, hogy rakéta volt, hadseregnek a gépe volt, utasszállító volt, bomba volt, mi volt. Ezért nem tudjuk, ezért fejtegetik még mindig. Mert mindenki azt próbálja kinyomozni, hogy robbantották fel. Mikor csak egyszerűen ledöntötték az épületet, lerobbantották az épületet. Mindenféle gép, rakéta, akármi nélkül. Mi meg csak egyszerűen nézzük azt, amit mutattak a tévében, hiszen mi nem tudjuk. Aaron Russo, én láttam Aaron Russo-ról filmeket, és ő ugyanúgy része ennek az egésznek, mint az összes többi. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam. De ő ugyanúgy része, mint ahogy azt hiszem ott David Rockefeller, nem is David Rockefellerrel beszél, hanem a másikkal. Nem tudom már, hogy ki volt az, de láttam azt a videót, ismerem. Még akkor én is azt gondoltam, hogy Aaron Russo az... Igen, ő elmondja az igazságot, blablabla. Bla, bla. De hogy mondja, hát hogyha ő elmondaná az igazságot, akkor már másnap ő el lett volna ásva. Hát őnek az volt a feladat, hogy ugyanúgy, mint az Infowars, vagy Trump, vagy a Young Turks, vagy a Press TV Iránban, Russia Today, az összes, vagy mindenki, aki az igazságot mondja ilyen közéletben, ez mind-mind része a problémának. Őnekik az a feladatuk, hogy ezt csinálják, hogy az igazságot így-úgy kiszivárogtassák, és az emberek leragadnak ott, hogy nem Rockefeller volt, csak nem David Rockefeller, hanem a másik, Nelson. Nelson Rockefellerrel beszélt, akkor
ő vele volt ott egy bandába. Persze, Alex Jones ugyanúgy, Alex Jones ugyanúgy. Ez a lényeg. Pontosan ez a lényeg. Hogy míg mindenki nyomozza, hogy kilőtte le Kennedyt, addig elmondom, hogy senki. Ugyanúgy senki, mint hogy senki nem ment a Holdra, vagy senki nem repült bele a World Trade Centerbe. Egyszerűen megvoltak a felvételek, lejátszották a tévébe, amikor kellett, közben meg ott ment a gyakorlatilag a Control Demolition. Az irányított robbantás. Azt meg, hogy ki mit mond utána, hogy Gibbs Jakab fölvette videóra, hogy azt nem is az volt, hát akkor ezt leszedik a YouTube-ról annyiszor, ahányszor ő feltölti. Aki meg látta, hogy mi történt, az meg soha nem kerül be a hírbe, mert egyszerűen nem. Soha nem tudjuk meg, hogy mi a valóság. Ez a lényeg. Csak azt tudjuk, amit ők akarnak. Ez a nagyszerű az egész. Mikor ezt tudja az ember, onnantól ez egyszerű az élet. Minden hazugság, amit ők mondanak. Én rengeteg videót néztem Kennedyről még annak idején. Meg is tudom osztani, ha valakit érdekel, 8 óra, azt hiszem 8 részes, ott mindenki bizonygatta, hogy így lőtték, ilyen szögből, két lövész volt, a könyvtárból, hátulról, középről, a nő lőtte le, és közben meg senki. Ő ugyanúgy, ugyanoda tűnt, mint ahova Michael Jackson, Tupac Shakur, meg az összes több. Vagy Prince, vagy kicsoda. Ők nem áldozatok. Milyen illumináti áldozatok? Hát őket nem kell megölni. Ők csak egyszerűen eltűnnek a közéletből, vagy David Bowie, vagy az összes többi. Az emberek meg sajnálkoznak, meg akkor erről beszélnek, hogy meghalt, megölték, áldozat, Semmi. Csak egyszerűen eltűnt, valahova elment, éli az életét ugyanúgy, mint azelőtt. Úgyis mindenki azt hiszi, hogy meghalt, nem? És azt mondom, hogy látom Elvis-t. Akkor ki hinne nekem is? Ugyanúgy, mint Lennon. Pontosan ugyanúgy. Ő az egyik legjobb példa, amikor mondja, hogy a világot őrültek irányítják, meg mániákusok, és az a mániákus, aki ezt mondja. Van egy interjú vele. Ugyanúgy. Hát hogy kerülhetett volna a világ csúcsára abba a zenébe, hogyha nincs benne? Azt magyarázza meg nekem valaki. Hogy kerülhetett volna valaki, hogy lehetett a legsikeresebb együttes a világ történetében, hogyha nincs benne, és nem azt csinálja, amit ők akar. Sehogy. Úgy. Hogy sehogy. Ez mind a rock zene, az összes zene, ez mind az erkölcsöt rombolja lefelé, és amit ma történik a zeneben, meg a klipekben, az egy nagyszerű példája ennek. 10 éve azt pornónak hívták volna, ami ma egy videóklipben van. Vagy 15 éve. Az volt a pornófilm, ahogy ma egy videóklip kinéz. Vagy ahogy öltözködik egy átlagos nő. Vagy férfi. Nyáron. Úgyhogy ők mind mindennek a részei volt. Nem csak az erkölcsöt, hanem a spiritualizmus. A spirituális életet azzal, hogy a jogát, a keleti dolgokat, a drogot elterjesztették a világon. Meg a megvilágosodást. Azt, hogy az út az, hogy az ember megvilágosodik, tanul, és azáltal éri el azt a szintet, amit el kell érni. Ugyanez a... Nem ugyanez hirdeti a luciferiánus tanítás, vagy a sátánizmus? A saját tudásán keresztül az ember eljut az istenségig? Ugyanez az összes. Ugyanez a jóga, ugyanez a hindu, ugyanez a New Age, katolikus, mindegyik ugyanezt mondja. Így vagy úgy. Csak hát be vagyunk programozva, hogy elhiggyük azt, ami a tévében van igaz. De így van. Felemelkedett mesterré válik. Pontosan. És erről is videók vannak az interneten, hogy ezt erről beszélnek emberek. Már nagyon rég akartam csinálni egy videót, össze is írtam, ahol nem tudom, valami magyar buddhista tag beszél valamit kettő igazság szerint a buddhizmusról, de
még nem volt hozzá kedvem, hogy igazából rászánjam az időt, de nem is ajánlom senkinek, hogy időt pecséreljen az egészet, de amúgy borzasztó, hogy miről van szó ott. Úgyhogy én azt mondom, hogy én is azt hittem, hogy értem a világot, meg most is azt hiszem, és biztos vagyok benne, hogy egy év múlva ki fog derülni az, hogy hoppá, még ezt se vágtam, vagy azt se. De ennek így kell lennie. Én mondom, egy másfél, 2 éve én tátott szájon néztem a Kennedy gyilkosságról szóló 8 részes videót, és én akkor elhittem azt, hogy ott majd el fogják árulni nekem, hogy a CIA benne volt a merényletben. Hogy is gondolhattam azt, hogy ha az lenne az igazság, az fönn lenne az interneten, ezt nem tudom, de elhittem. És akkor ott, hogy Lee Harvey Oswald, hogy ő a CIA-ba volt, és akkor ott benne voltak ilyen rengeteg igazság is volt benne egyébként. Többek közt az, hogy a rákot hogy fejlesztették ki, a rák ellenszerét hogy fejlesztették ki, hogy kísérleteztek a feketéken, ugye a Tuskegee kísérletek, meg hogyan kísérleteztek a lakosságon, stb. Rengeteg igazság volt benne, de az egész egy hazugságra épült. Arra, hogy Kennedy-t lelőtték, és nem lőtték le. Ugyanúgy, ahogy nem halt Michael Jackson, ugyanúgy nem robbantottak Bostonban, vagy Brüsszelben, vagy sehol. Minek robbantanának? Azt mondanak, amit akarnak. Úgyis mindenki elhiszi, aki meg nem, az meg kit érdekel? Az álhír, vagy összeesküvés? Összeesküvő valaki. Nem is tudom, hogy hívják azt az embert. Az összeesküvés elméletben hisz. Aki nem veszi be azt, hogy ez mind egy hazugság. De hát... Na mindegy, hát erről lehetne beszélni a világ végén. Szóval érdekes. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy tényleg dimenzió kapu, meg mit tudom én, de most már ezek alapján, amit most elmondtam, szerintem mindenki ki tudja találni, hogy most mit gondolok a CERN-ről. Szerintem CERN olyan, mint az atombomba. Vagy Csernobil, vagy a Kennedy gyilkosság, vagy ezek. Egy hoax, valamilyen formában egy hoax. De az is lehet, hogy nem, és az is lehet, hogy valóban egy ilyen dimenzió dolog a spirituális világban. Vagy ez, vagy az. De rengetegen beszélek róla, hogy az ez, szóval onnan gondolom, hogy valószínűleg nem. Úgyhogy szerintem az is csak egy ilyen, mint a Mandela dolog, hogy az megváltoztatták a dolgokat a múltban, vagy mit tudom én, az is egy ilyen hoax forma, hazugság. Ugye megnézem, mi ez. CERN 22. Ja, igen, ezt néztem már én is. Igen. Igen, CERN az 22. Érdemes lenne egyébként belemenni a számokba is. A 22-ről már csináltam egy videót, az ugye azért érdekes, mert 22 az Hillel, ami Ézsaiás 14, valahol ott körül van. Ézsaiás 14-14, valahol ott van, mikor azt mondja, hogy levágottál hajnal fia, és az a hajnal fia az ugye maga Lucifer hajnal fia, és ez Hillel Ben Shakur, ami a hajnal fiát jelenti szó szerint. És a 22, Hillel, a 22. A numerológiában is szerintem ezért használják a 22-t, a 44-et szintén, ugye ez a kétszer annyi, a 11 maga a pusztításnak a száma, úgyhogy minden, ami a 11-nek a többszöröse, az nagyszerű. A 33 az természetesen nagyon jó, a 311 az 3x3 az 9, az ugye
a 6 fejre állítva, a 3 meg 3 az 6, úgyhogy a 33 az fontos. Az a 33 a skót brítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka, az angyalok egyharmada, aki követte Satánt. Yahusha 33 éves volt, amikor meghalt állítólag, szóval a 33 az egy fontos szám számukra. Ugyanúgy, ahogy a 11, a 22, 66, Helebben Sehar. Ugyanúgy a 66, 55, 44, Obama volt a 44. elnöke az Amerikai Egyesült Államoknak. Szóval a számok fontosak. De hát a számok nem csak az ellenség számára fontosak, hanem a mindenhatósz. Mindenki, aki azt mondja, hogy ó, minek nézed a számokat, hogy ez egy ördögi. Hát ó, hogy lenne már ördögi, mikor az egész írás számokon alapul. Mikor megmondta, hogy 12 törzs van. 12 törzse volt Ismaelnek, 12 törzse volt Jákobnak, 12 hónap van, 12 óra, nem is tudom, a múltkor megnéztem, hogy mi még a 12, de hát számtalan szor fordul elő a 12. Úgyhogy, de ha a hetet nézzük, akkor 7, ugye csak a jelenések könyvében elkezdő a 7 gyertyatartó, a 7 lélek, a 7 pohár, amiből a harag kiömlik, a 7 trombita szó, a 7 pecsét, akkor a 7 nem fontos? Vagy a számok nem fontosak? Hát nem én vagyok az, aki azt mondja, hogy fontos a szám, hanem ő. A 40 nap, 40 napig volt Mózes a hegyen, 40 napig kísértette a megváltót, stb. Stb. A számok igenis fontosak. Az egy másik kérdés, hogy használja fel az ember. Hát most az, hogy megfejteni, azzal nem lehet probléma. Az a másik dolog, hogy hogyan használja fel. Én nem használom fel, én csak megpróbálom megfejteni, meg értelmezni azt, amit mondanak. Például március 22-én volt a londoni robbantás, a 322 az 66, a Skull and Bones, ugye, ahol Bush meg többek közt John Kerry is, volt az a Yale Egyetem, a titkostársaság, az például 322 a száma, úgyhogy arról nem beszélve, hogy az a tavaszi equinox, a napi egyenlőség, szóval ezek fontos dolgok. Ugyanúgy, ahogy az számtalan más, ami a számokkal kapcsolatos. És ez az egyik ilyen. A népmesék, én szerintem a népmese ugyanolyan sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de minden, amit amivel mi kapcsolatba kerülünk, és nem a teremtőtől jön egyértelműen, azaz nem az ő parancsolata, vagy nem az írásból jön, az minden az ellenségtől jön. Teljesen mindegy, hogy az népmese. A három kismalac, persze, aki ráönti a forró vizet a farkasra, annak meg kihullik a szőre. Hát, vagy megeszi a követ, vagy mit, nem is tudom már, hogy van, hogy bedobják a vízbe, nem tudom. Mindegy, ezek a mesék mind. Sőt, amiről szó volt, a Róka és a Holló például, szerintem az egy nagyszerű példája ennek, hogy minden az ellenségről szól burkoltan. Minden film. De minden film, minden mese. Sőt, szerintem, ha igazából megnézzük a filmeket, akkor rájövünk arra, hogy a rossz az maga a teremtő és az ő törvényei. Például a Matrix. Persze már lehet, hogy ez valakinek sok, de a Matrixban van a rendszer, vannak, akik a rendszer szerint élnek, és ugye az a mindenható törvényei, akik azt követik. Vannak a lázadók, akik azt próbálják lerombolni. És azok közül van egy, aki szuper képességekkel rendelkezik, aki vezeti a lázadókat, aki az ellenség Satán, aki Neo. És benne van ugye a nő és Morpheus, ugye a Trinity, ami egy pogány tanítás. Maga a Trinity, a Szent Háromság. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ami egyáltalán nem bibliai. Úgyhogy mi mindvégig a rossznak szurkolunk, akit tulajdonképpen Neo, Morpheus és Trinity. Ki le akarja rombolni a rendszert,
Működik. Persze nekünk úgy van előadva, hogy nem működik, de ez a lényege. Ha azt mondanák, hogy ő az ellenség, és a tán, akkor mindenki a másiknak szurkol. Így, ő mindig is így fog jönni. Úgyhogy, de nem ez az egyetlen film, ilyen az összes film ilyen. Az összes szuperhős film, minden film erről szól. Minden film a bukott angyalokról és Satánról szól, úgy, hogy ők a jó karakterek, és mi nekik szurkolunk. És akik rosszak a filmben, azok képviselik a teremtőt. Így működik a világ. És a Matrix az erre egy nagyszerű példa szerintem. Arról nem beszélve, hogy Zionnak hívják a ugye a helyet, ahol a lázadók élnek. Trinity-t meg ugye Szent Háromságnak hívják, szóval. De nem mindegy, így működik szerintem a népmese is. Sőt, hát az a rengeteg boszorkány, meg mit tudom én mi, ami a népmesében van, az mind ez. Star Wars, mindkét oldala rossz, egyedik szabad. Hát igen, a Star Wars is érdekes egyébként. Meg lehet magyarázni, gondolom így is, úgy is, de hát egyértelmű, hogy sőt, a másik probléma szerintem most a filmekkel az az, hogy úgy van beállítva, hogy a rossz is jó. Tehát, hogy elfogadjuk a rosszat jónak, és ez a... Én most nézem a Walking Dead-nek a melyik hetes évadja, vagy melyik a legújabb, mindegy. De az összesben így volt, de az összes film így van szinte. Talán a legeslegjobb példa az a Bárányok Hallgatnak is az összes része. Hogy elfogadjuk Hannibal Lectert, a sorozatgyilkost, a pszichopatát, mint egy szerethető karaktert. És ezáltal szubliminálisan az ember elfogadja a gonoszt jónak. És minden film így működik. Ugyanígy volt a nagyszerű példa a Star Wars, ahol hős lett a gonosz azzal, hogy megölte az uralkodót. És megszerettük. És sajnáltuk a végén, hogy meghalt. Úgyhogy persze lehet filmet nézni, meg népmesét olvasni, csak mindenkinek észben kell tartani az, hogy ez az egész világ az ellenségnek a játszótere. És semmi sem az, aminek látszik. A Matrix nevek nagyon átlátszók, persze. És szerintem az, hogy a Matrix nevek olyan átlátszók, az nagyszerű példa arra, hogy már nem kell bujkálni. Már nincs probléma. Már nekik nem kell aggódni már semmi miatt. Ezért mondom azt, hogy már ez az új világrend, amiben vagyunk. Ezt nem lehet megállítani, hogy ha ő nekik izgulni valójuk lenne, akkor nem árulták volna el, hogy ki Rockefeller, vagy Rothschild, vagy ez az egész. Ez az egész nem derült volna ki, ha nekik még mindig félni valójuk lenne. Hiszen nem árulták volna el nekünk. És az, hogy ilyen nyíltan beszélnek róla, és az, hogy a politikában erről van szó, az arra bizonyíték, hogy ők tudják, hogy ez a hajó elment a legtöbb ember számára. És legtöbb ember leragadott, hogy megpróbálja megakadályozni az új világrendet így vagy ilyen vagy olyan formában. És én szerintem ezért is szivárog ki ez a sok információ. Pont ezért, hogy ez legyen. Hogy az emberek harcolhassanak az új világrend ellen, és ugyanúgy, ahogy olvastuk most illetve hát nem olvastam föl, de másik Sámuel 25, első Sámuel 25, bocsánat, amikor Dávid elététet akart venni Nabálon, azért, mert az nem adta meg a fizetségét azoknak, akik vigyáztak a jura, és saját kezűleg akart elégtételt venni, és Abigér lebeszélte róla, mondván, hogy Jahua az, aki bosszút áll, és ő az, aki megharcolja a harcot, nem te.
Pontosan ez történik ma a világon a legtöbb emberre. Hogy megpróbáljon megakadályozni az új világrendet, megmenteni a világot és magát a saját erejéből, tudásából és az összefogás által. És ez az, amit akarnak. Ez az, amiért csinálták az egészet. Ez az, amiért elhitették velünk, hogy az írás az egy mese, hogy a jó és a rossz harca az átvitt értelemben értendő, hogy az ellenség nem létezik, csak az ember rossz, stb. Stb. Ezért csinálják ezt az egészet. Minden hazugság, és sőt, szerintem a hazugságnak a hazugsága is hazugság, ezért olyan nehéz megtalálni azt, hogy mi a valóság, mi a valódi igazság. Trónok harcát már nem is nézem, az ilyen úgy tűnt nekem, mintha az egy ilyen soft porn dolog lenne, és az nem nagyon fér bele, úgyhogy nem, de láttam azt például a jégfalról a képet, szenzációs. Mengele is egy hoax, egy hazugság, biztos vagyok benne 1000%. Minden ilyen egy hazugság, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de minden ilyen mumus, meg nem tudom, minek hívják, ez mind hazugság. Hitler, Mengele, Stalin, Lenin, ezek mind része a folklórnak, a mesének, mind része a nagy hazugság. Hogy volt-e olyan, vagy nem, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy Mengele, boom, a rossz orvos, a náci, aki embereken kísérletezett. Kondicionálás, mint a kutyát. És akkor könyveket írnak erről, meg az emberek évekig tudnak erről beszélni, hogy úgy, de Mengele ezt csinálta, azt csinálta, Argentínába ment, ide ment. Nem mindegy. Sose fogjuk megtudni, hogy hova ment. Meg nem is érdekes. Azt a lényeg, hogy mi az, amit ő mondott szombatnap. Mikor vannak az ünnepei? Hogy kell beszélni, öltözni, élni? Hogyan kell viselkedni egymással? Ez a lényeg. Az, hogy Mengelével mi van, vagy Kennedyvel mi van, vagy a többivel, az teljesen jelentéktelen. Ez a lényeg, ezért van annyi információ a világon, hogy elterelje az emberek figyelmét. Ó, mi lett Martin Luther King-gel? Hát semmi. Hát ugyanaz, mint Kennedyvel, semmi. Martin Luther King, megkeresem most a képet, Martin Luther King ölelkezik Nelson Rockefellerrel a... Mindjárt meg. Martin Luther King, Nelson Rockefeller, itt a kép. Tessék. A nagy hős. Ők ugyanúgy akarták ezt a civil rights mozgalmat Amerikában, hogy a feketék, ők mindent így akartak, az egészet így akarták. Nem csak a mostani részt, hanem egész a történelem során. Sose lett volna ilyen fekete-fehér ellentét, hogyha nincs rabszolgaság. És a rabszolgaság több száz évvel ezelőtt kezdődött. Így irányította az ellenség az egész történelmet, hogy ez legyen, ami most van. Ugyanúgy, ahogy Obama, meg Martin Luther King, meg Kennedy, meg az összes többi szabadkőműves benne volt az egészben. Vagy Rosa Parks, aki a buszon volt, az az egész hoax, többek közt minden egy hazugság. Kennedy, 33. Ugyanúgy, ahogy Clinton. Meg az összes többi. Szóval itt tartunk most. És Rosa Parksnak a busza, amire rá van írva, hogy Cleveland 33, és a busz megállóban áll Rosa Parks Bus Stop 33. Úgyhogy Cleveland a magánhangzó 11, az összeg 33, a más hangzó 22. A busz megállóban áll Rosa Park, ugye ő volt az a fekete, aki a busz végébe ült. Elküldöm ezt a képet is, hogy mindenki lássa. Csak azért, hogy
itt van. Nézzen rá mindenki erre a képre. Nem látszik a busz felirata, de egy másik... Egy másik képen... Cleveland Avenue, az van ráírva a buszra. Cleveland 33. Megnézzük az Avenue. Avenue az 23, az 203. És a busz oldalán az van, hogy 28-57, ami 22. Szóval a busz száma 28-57, ami 22. Mind a két számrendszerben. Cleveland a buszon 33, és Rosa Parks a buszmegálló bus stop 33. Szóval akkor miért nem egyértelmű még az, hogy ez az egész egy hazugság? Megosztom azt a másik képet is, és ez lesz az utolsó. Csak a buszt meg akarom mutatni, hogy mindenki lássa, hogy nem én találom ki ezt az egészet. Itt van a busz. 28-57, az ugye 22, és ott az összes többi. Szóval... És akkor mindenki úgy beszél Rosa Parksról, mint egy istenségről, hogy ő mekkora dolgot csinált, közben az egész egy hoax volt. Az egész történelem egy hazugság, az egész történelem egy hoax. Különös az a része, amiről mi tudunk. Az big time. Itt van még egy a buszról, ami rajta van a Cleveland Avenue. Sőt, hát... Majd legközelebb folytatjuk. De remélem, hogy értető az, amiről szó van, hogy igazából mi az, amit mondani szeretnék. Az egész történelem, az egész tudomány, oktatás, minden, amit tudunk a világról, ami egy közéletben benne van, az egy hazugság. Ez az része az álomvilágnak. Az, hogy mi elhisszük azt, hogy felrobban egy bomba a Brüsszelben, és leesik két elem az A-mennyezetről, és az egy terrortámadás, az a probléma, hogy az emberek túlnyomó többsége nem látott még terrortámadást, így azt hiszi, hogy az az. És elhiszi, mert az van a tévében. Miközben itt van egy terrortámadás a Bagdadból, ha minden igaz. Így néz ki egy valódi terrortámadás. Nem Bagdad, bocsánat, Irak, de mindegy. Szóval... Ez a nagy probléma. De mindegy, a lényeg az, hogy... Mi a szabadkőműves jelkép? Nem tudom, mire vonatkozik ez a kérdés. A busz nem, hát... A busz nem. Maga a Rosa Parks az a történet, azt gondolom ismeri mindenki, vagy ha nem elmondom az, amikor a feketéknek a busz végébe kellett ülni, Rosa Parks meg volt az a fekete, aki nem volt hajlandó a busz végébe ülni, és ebben kezdődött egy mozgalom, ami egy hoax volt, ami ugyanolyan, mint az LSD mozgalom, hogy Woodstock, mint hogyha, hogy Woodstock mekkora sláger lett, hogy azért lesz sláger, mert így akarták, hogy az legyen, így akarták elterjeszteni a kábítószereket, tudták, hogy a kábítószerektől az emberek automatikusan a távol-keleti misztikus vallásokhoz lesznek majd irányítva. Buddhizmus, meditáció, stb. Ezzel elterjed ez a fajta szemlélet a világnak. Ez egész világ egy nagy hazugság. Mindenek megvan az oka, amit csinálták, ők ezt kitalálták, ők ezt megcsinálták. Ez nem... Egyáltalán úgy van, mint ahogy a legtöbben
azt ők gondolják. Úgyhogy jó, vége, befejeztem. Gog és Magog, nem. Gog és Magog, Ezikiel 38 szerintem az akkor lesz, mikor az igazi zsidók lesznek, az igazi izraeliták lesznek Izraelben, most pedig nem azok vannak, úgyhogy mint minden ez is egy hazugság. Gog és Magog az egyre később lesz. Én szerintem most Izrael, a Közel-Kelet és az Amerikai Egyesült Államok le lesz gyalulva, de ez csak az én elméletem, nem feltétlen biztos, hogy így lesz. Én szerintem a nagy dolog az Európai Unió területén fog. Az új világrend effektív az Európai Unió területén lesz, szerintem. Én itt lesz a nagy káosz. Mármint az, hogy a chip, meg a Mark of the Beast, meg ezek a dolgok. Én szerintem ez az a hely, ami az utolsó emberig, úgy értve. Ami utoljára még állni fog, az szerintem ez lesz. Meg hát nyilván más része a világnak, de én úgy gondolom, hogy az Európai Unió terület, Európa az, ami a fő tér lesz. Természetesen ugye a Közel-Kelet, meg ugye maga nyilván lesz mindenhol, Afrikában, stb. Mindenhol lesz élet, de az EU területe az egésznek a... Ez a Németország, aki tulajdonképpen a vezetője ennek az egész... Azaz a népcsoport tulajdonképpen. Ez az Ashkenazi, Khazar, zsidók, akire ma azt hiszik az emberek, hogy ők a zsidók, akik Izraelben élnek, ők jelentéktelenek az egész. Majd mikor az igazi izraeliták visszatérnek oda, akkor fognak újra ellenük felgyülekezni a népek, hogy elpusztítsák. És akkor fog visszatérni majd Yahushua HaMashiach. És akkor fogja elpusztítani a népeket. De az már az új világrend rendszerébe lesz. Akkor már lesz chip, akkor már lesz az összes többi. De ez csak az én elméletem. De én szerintem így tűnik logikusan. A mostani emberek ott, azok jelentéktelenek. Ők nem az igazi nép. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja, befejeztem. Úgyhogy még akinek van ereje valamikor majd azt a review részt megcsinálhatná, és akkor értékelhetné az oldalt, meg jaj, meg igen, aki végbírta, hogy ha megosztanátok a videókat, az nagy lenne. Nem tudom, hogy hányan osztják meg, de minél többen megosztják, annál nagyszerűbb. Én tudom, hogy nem egyszerű, meg hogy mit gondolnak majd az emberek róla, én pontosan tudom, de a finomabb dolgokat meg lehetne osztani, és az nagyszerű lenne, az nagyon jó lenne, meg hát gyakorlatilag ennyi. Én köszönöm mindenkinek, de legfőbb képje Huának azért, hogy még mindig lehet erről beszélni, és segíteni egymásnak, meg az embereknek abban, hogy megértsék, hogy mi az igazság, és mit kell tenni. Úgyhogy halleluja, és mindenkinek a legjobb. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem. És még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!